A mai videóban ismételten ki fogok nyitni néhány ládát a Brawl stars és megpróbálok minél jobb itemeket nyitni belőlük, lehetőleg végre valahára karaktert is. Viszont annyira remélem, hogy most már tényleg kinyitok egy karaktert, hogyha esetlegesen ez nem sikerülne, akkor nem csak azért leszek szomorú, mert nem sikerült karaktert nyitnom, hanem mert meg kell kóstolnom az uborkás majonészt. Fúj, na ez az, amit me addig is mennyire a francba. Ami azt kell mondjam, hogy elég undorítóan hangzik, úgyhogy mindent bele fog adni, hogy végre valahára karaktert nyissak, mindenképpen tartsatok velem. Úgyhogy mind a három ládát meg fogjuk venni, illetve négy darabot összesen. Gratulálok Hunter matekból, azért nem kéne megbukni. Hiányzik még Bonnie, Eve, illetve Janet is, úgyhogy e közül a három brawler közül igazából bárkit ki tudnánk nyitni. És hát egészen jó drop rendelkezünk, főleg az epic A háromból ugye kettő karakter, aki hiányzik, epic ritkasággal nyithatók már ki, úgyhogy rájuk nagyon-nagyon jó lenne már lecsapni, legalább ebből a pár ládából az egyik őket nagyon-nagyon jó lenne már végre kinyitni. Ugye vagy Bonnie vagy Évet. Úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele elkezdjük is a big box-sal először, nézzük meg 500 sztárpontért, hogy ez mit ad be nekünk nézzük meg az első ládát a mai napon. 106 coin az nagyon sok, ugye a big boxoknál az sajnos számít, és ezért ebben nincsen semmi villogó item, viszont token duplázó az van. Amit még nem néztem meg, hogy Star power nem tudok nyitni, viszont gadgetet is tudok, szóval ha villog valami, az még lehet gadget is sajnos, vagy nem sajnos, mert azért sok új gadget még hiányzik, amik lehet, hogy jók lennének, ha meglennének. lennének. Úgyhogy én azt mondom, hogy csapjuk is le a megaboxra, vásároljuk meg 1500-ért, reméljük ez már egy kicsit megérősebb vásárlás lesz, mint a big box, és Nézzük meg egy könyökkel. Nézzük meg, hogy hát, ha beadja 6 item, nem tudom, hogy az itt mit jelent, vagy mit nem jelent. Akár még amúgy jót is jelenthet, mert nem volt benne girtoken, de nem. 7 item kell akkor ezek szerint, Ö, vagy ha van girtoken, akkor 8. Úgyhogy hát ez nem volt valami finom megabox. Viszont itt van még kettő darab megabox, úgyhogy nézzük meg 3000 star pont azt mondom, hogy megéri, mert én nekem most még nagyon kellnek a fejlesztőpontok, és nagyon-nagyon kellene már végre valahára egy új karakter, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném már ebből valamelyik őket nyitni. Az elsőnél csak megvártuk a teptepet, és simán a képernyőre. Hát, ha most ez adja be a ravaszt! És ez adja be a ravaszt! Nyolc item muszáj beadni. Ott is van a gear token most, kettő darab shield, viszont ettől függetlenül be kell adni a 8 itemmel, nincs mese, 8 itemmel, be kell adni a villogó itemet, ott is van srácok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy gadgetet nyitunk, vagy ott pöröge végre valahára az új karakter, és egyből megúszuk azt a rohadt majonészt, és azt a rohadt tuborkát, nézzük is meg, és ott is van srácok! Erről van szó, erről van szó, végre ott van az új karakter! 10 per 10 Epic Brawler, végre őt is megszereztem, ott is van Bonnie srácok! nagyon-nagyon régóta próbálom már kigyitni. Igaz, hogy egy epic brawlerről beszélünk, de egy elég jó karakterről beszélünk szerintem, és lehet, hogy mostanában majd nörfölni fogják, úgyhogy mindenképpen ki kell használnom bele az időt, és játszanom kell vele majd mostanában. Lesznek majd élőadások is, ahol toljuk majd a pusolását, meg lesznek nézői veletek közös játékok is, szóval érdemes feliratkozni, hogy nem maradjatok le az élőadásokról, pedig tetszik a videó, és örültök, hogy sikerült karaktert nyitnom, és megúsznom ezeket a hülyeségeket, akkor mindenféleképpen nyomjatok erre a videóra egy lájkot, nagyon szépen megköszönöm azt is illetve küldjétek el a videót haveroknak, ismerősöknek, hogy ők sem maradjanak le erről a hatalmas nyitásról. Na hát erre már azt mondom, hogy ez egy, ez egy jó megabox volt. Ez egy jó megabox volt, azt kell, hogy mondjam, még egy kis bónusz nem belefért volna mondjuk. És hát ne felejtsük el, hogy van még egy utolsó megaboxunk, úgyhogy ezt pedig én azt mondom, hogy Orr power megnyomjuk, hát ha valami okosságot még beficzen nekünk, és ez megint négy item, gondolom mit lesz majd az a bárkire rakható. Két villogó srácok, mi a szar? Mi a szar? Mi a fácán? Na jó, ez egy gecsit, azért ezt gondoltam, és még egy villogó item, nem tudom ezt, hogy lehetett négy itemmel, de gondoltam, hogy ez a bárkire rakható fejlesztőpont lesz, de hogy mögötte kettő villog, az nagyon krézi. Úgyhogy van még egy villogó itemünk, vajon lesz egy ládában két gecsit, vagy egymás utáni egy két ládában ott lesz még egy új karakter. Nézzük meg! És még egy új karakter! Genetet is kinyitjuk, mi a fácán történik, srácok? Hát mi van szék? Hát visszatértünk a ládanyításba, azt kell, hogy mondjam. Visszatértünk! Erről van szó, srácok. Le is esett ez a szar. Let's go! Hát lassan a majonéz fog megenni engem. Olyan jókat nyitunk. Hát el se hiszem, srácok. Mi a szar van velünk? Hát ott ficcen a kromatikus brawler is. Na ez viszont megérős vásárlás volt. 3000 sztárpontért, két új brawler és még egy gadget is mellé. És még akkor most vajon döntsük el, hogy melyik új karakterünkre rakjuk a fejlesztőpontokat. Ez lesz a legnehezebb döntés a mai videóban. Nézzük is meg. Hát én nem tudom, hogy melyik hőkre rakjam. Rakjuk mondjuk Janetre, mégis mégiscsak kromatikus brawler. Rárakjuk, nagyon jó. Hát ezt nevezem nyitogatásnak a saját fiókomon, a sztárpontos ládákból, három új item, amiből egy drop gadget, ráadásul Otisra azt is nagyon szerettem volna már megszerezni a másik gadgetjét, illetve itt van egy darab új karakter, Janet, akit már tudunk is fejleszteni, nagyon szépen fel is fejlesztjük egyelőre még csak négyes szintre, illetve itt van még egy új karakter, az epikek között Boni. Úgyhogy srácok, a két tesót, Bonit és Janetet, akik egy broltokban nagyon gyorsan egymás után lettek bemutatva, nagyon gyorsan egymás után ki is nyitjuk mint a rohadt élet. Erről van szó. És már csak egyetlen egy brawler hiányzik, aki pedig nem más, mint Eve. Jó lenne még őt is megszerezni addig, amíg nem jön az új season.